Sziasztok, Dani vagyok. Itt is lennék az első könyvkritikás videómmal, amiben egy ifjúsági regényt, Fazil Iskander, Csík, Tudta, hol van a kutya elásva című könyvét veszem nagyító alá. A könyv írója, Fazil Iskander Abház, ami egy kaukázusi nép Grúzia északnyugati részén. Maga a történet abban az említett népnek otthont adó akkori szovjet, jelenleg grúz, autonóm tartományban, Abháziában játszódik. Még a főszereplő, Csík is abház nemzetiségű. A könyv három nagy fejezetből áll. Az első Csík lételeméről, a haverjaival való szerencsejátékozásról szól. Ahogy mondják, a szerencse forgandó, és ez különösen igaz a szerencsejátékokra. Gyanús módon Csík mindig akkor nyer, amikor a kedvenc helyén játszik, de ha valahol máshol, akkor viszont elillan a szerencséje. Közben erre a titokra fény derül, de akik nem olvasták ezt a könyvet, azoknak a kedvéért inkább nem spoilerezem le. A második fejezet teljesen másról szól. Noha lényegesen hosszabb, mint az előző, de én nagyon lebilincselőnek találtam. Valószínűleg a benne felbukkanó idős apáz férfi által elmesélt történet miatt. Annyit elárulok, hogy Csík vadászni megy. A harmadik fejezet, ami egyben már az utolsó is, szintén jól levezet, szerintem jó levezető a történet befejezéséhez. Egyszer Csík összetűzésbe keveredik az egyik tanárával, aki beszélni szeretne a szüleivel, mint ilyenkor a tanárok általában. Csík a nap hátralevő részében azon agyal, hogy mégis hogyan járhatna túl a tanára eszén. Aztán ki is talál valamit, ami fogjuk rá, hogy jól sülel. A könyvet izgalmasnak találtam, és még egy pozitív pont, nem volt túl pörgős. Az író szépen leírt mindent, de egy valamit hiányoltam. Azt, hogy leírhatta volna, hogy a könyv mégis a Szovjetunió mely korszakában játszódik. De nem volt tragédia, nekem tetszett a könyv. Aki esetleg már olvasta, az írja le a véleményét kommentbe, szívesen elolvasom. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Én Dani voltam, sziasztok!